Hűha! Nehéz elhinni, hogy nem vagyok profi modell. Annyira azért nem nehéz. Akár karácsonyi lapként is elküldhetném. Drága Nagyi, küldök egy képet az új kalapomról. Mutasd a fiúkat. Tesz, az nem kukkolda, ugye tudod? Igen, a te képeid hol vannak? Én nem, én csak... Ez az. Nézzük majd ezt a naptárt, és azt kérdik, hol volt ekkor Tess McLeod? És mi kénytelenek leszünk azt felelni, hogy nem volt elég vér a pulcájában. Itt nem erről van szó. Hanem miről? Hanem arról, hogy... Lásd be, Tess, gyáva vagy. Nem. Feministaként én... Megcsinálom. De csak ha én mondhatom meg, hogy kivel pózolok. Ó, hát magától értetődő, hogy ki szállasztasz. Mennyi buborék? Nézd csak, mit csinál Jody. Figyelem. Egy, kettő, három. Gyönyörű. Hé, Bobó, most figyelj. Mehet a Bobi? Láttad ezt? Vigyázz. Kész? Jaj, ez nagyon aranyos. Jaj. Hol voltál, Jared? Ezt látnod kell. Jared! Megtaláltad, amit kerestél? Stevie, én... A bankszámla kivonataim? Mondtam, hogy nincs semmim. Tudom, és az alapján, ahogy élsz, el is hihettem volna. Szóval az én pénzemből akartál Bora-Borára menni? Dehogy! És egyáltalán minek kell neked az én pénzem? Mi lett azzal, amit a fúrótornyon kerestél? Hiszen ismersz, ahogy jött, úgy el is ment. Bíztam benned. És én jót is akartam. Gondoltam, kellemesebb az élet, ha van némi pénzünk. De az élet nem csak szórakozásból áll, Jared. Tudom. Csak amikor hallottam, hogy váratlanul örököltél. Mit hallottál? Az a hír járta, hogy az öletbe hullott. Egy rakás pénz. Ki mondta ezt neked? Egy pár pasas még fent éjszakon. És te beveszel minden kocsmai mendemondát. Jó, hát akkor tévedtek. De csak az a fontos, hogy ez nekünk nem számít. Jól megvagyunk. Beindíthatjuk azt a bárt. Bejárhatjuk a félvilágot úgy, mint a régi szép időkben. A régi szép időknek vége. De már, Stevie, ne dobj el mindent. Te már eldobtad. Itt írd alá. El akarok válni. Most. Vigyázz magadra. Stevie. Biztos, hogy nem akarsz velem jönni. Én már tovább léptem. Ideje, hogy te is megtedd. Már épp ideje volt megszabadulni attól a csizmától. Azt hinnéd, ebből tanultam? Hihetetlen tehetséggel gyűjtöm be a lehető legrémesebb pasikat. Legalább ebben jó vagy. Baromi sokra megyek vele. Nem azt keresed a férfiakban, amit kéne. Te aztán tudod, micsoda ócska pasim voltál. Kösz szépen. Mondd csak, tudod, hogy még lógsz nekem az ajándékokért? Van még a csokiból. Nincs. Na és hol a francia pezsgőm? Szakítottunk, emlékszel? Én iszom meg. Oh. Na jól van, figyeljetek! Mindketten nagy szívességet tettetek nekem, a járkék vemhesek, és ezért nagyon hálás vagyok. De ha barátok akarunk lenni, a köztetek lévő feszültségnek el kell múlnia. Milyen feszültség? Nincs itt semmiféle feszültség. Akkor meghívhatnálak titeket vacsorára. Hát köszi szépen, de nem ma estére, ha lehet... Igen, bocs, te ezt, de majd máskor. Már van programunk. Hé, sziasztok! Nick, Dave, hoztunk sört!
Ízelítőt adunk nekik az ausztrál vendégszeretetben. Túléltek egy polgárháborút, megérdemelnek egy szép estét. Sásának volt egy-két jó sztori. Vagy mikor Natasha átszökött a határon. Te elképzelted már abban az egy gyermekben? Ja, igen, talán majd máskor, jó? Viszlát tesz. Szia, te megszerezted azt a szerb szópermekát. Csúsz bejjebb. Na és te rájössz ma este? Mit szólnál egy lánybulihoz? Én azt hittem, itt kéne lenniük a naptároknak. Hé, Dylan! Hello, szia, Jody. Hallottad a hírt? Megvan a 2000 dolcsi. Mi? Egy fél órája eladtunk mindent. Megyek, hozok még egyet. Már mindet eladtátok? Igen, vitték, mint a cukrot, de szerencsére félretettem nektek egyet. Oké. Asztal. Nézzétek a pasikat. Kinek van a legnagyobb? Most csak. Nagyon csini. Dögös. Tök jó, nem volna kedved ma este megünnepelni? Szívesen, de nem megy. Csak azt nem mondd, hogy egy kihagyhatatlan film lesz a tévében. Nem, Justinnal van randim. Azt hittem, szakítottatok. Igen, de mikor meglátott veled a naptárban, kiakadt. Dühös volt? Nem, féltékeny. Szóval bejött a trükk. Ez... Úgyhogy kösz. Ez tök jó, örülök neked. Kösz. Ennyit a világ leghelyesebb pasijáról. Nézd! Fiú! Június, július, október és november! Oké, csajok, vissza a kocsiba. Anya! Ti csak várjatok a kocsiban, én még... bemegyek pár cuccért. A szinkront a Hallmark Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.